versus Cat. Beszél a szemét. Tudjuk van a védekezésedben, mint az zoknimon. Azt mondtad, rendet csinálsz a szobádban. Igen, apa, megcsinálom, amint megtanulok. Kosarat dobni. Majd a félidős műsor után. 3 pontosat dobtam. Az én szobám rendesebb lesz, mint a tiéd, Coop, mert van segítségem. Bemutatom, Mr. Szobalány. Mr. Szobalány. Örülök, hogy ennyire tetszik a takarítás, mert addig nem lesz számítógépes sportolás, ameddig nem látom a padló legalább 60%-át. Ez 1 pontos vagy 2? Viszlát 1 hónap múlva. Csak ne izgulj, jó szisztémám van. Az én szobám maga a töké. Mr. Szobalány, ne érd velünk egy kis csemegét. Tessék, ez könnyen ment. Túl könnyen. Dennis! Kert biztos valami dimenzió eltérítő UFO technikát használ. Bármi el tud bújni a belsejébe. Fegyverek! Egy egész hadsereg! Biztosan ez a hadművelet kiinduló pontja. Az nem kéne felfedezni. Dehogy nem. Csak mielőtt bemegyünk, készüljünk fel. Lássunk hozzá. Kezdhetjük, Dennis! Talán bent kellett volna felvennem a sisakot. Jól van, akkor most induljunk. Igazi jó kis cica voltál, Cat. Jó étvágyat a kedvencedhez. Az én szobám rendben van, apuci. Coopé meg biztosan nincs. Nem is értem, hogy miért ilyen trehány a bátyád. Talán, ha jó példával járnék, elől is kidobnám azt, ami már nem kell. Nem kell? Jó ötlet, Willy. Lássuk csak. Gorilla állarc. Nem, erre még szükség lehet. Gémkapocstartó. Ó, nem, ezt nem dobhatom ki. Ezt te csináltad nekem. Azt hiszem, hogy semmit sem tudok kidobni. Hát, ha semmit nem tudsz kidobni, akkor erre nincs szükséged. A papírkosaromra? Azt hiszem, ez az egyetlen, amire nincs szükség. Hűha! Nagyon klassz, amit a plafonnal csinált. Nézzük meg, mi van az egyes ajtó mögött. Lehet, hogy itt tartja a pusztító fegyvereket. Sokkal rendesebb lenne a szoba enélkül a kaparófa nélkül. Ha kidobom, talán apa végre készít Mr. Catnek egy szép ujjat. Teli találat! Boszorkányos technika! Képzeld el, ha egy ilyet bevinnénk a suliba a fizika órára! Felejtsd el! El kell pusztítani! Ne! Túl fiatal vagyok, hogy eltűnjek a végtelen ürességben! Minden jó, cucc,
cuccomat kidobtam, semmim nem maradt. Hamar, meg kell tanulni elengedni a dolgokat. Hozzak feszítővasat. Nem! Csak te a szemed, apucsi, ne nézz oda! Minden elment. Nincs lomom. Nincs többé lim lomom. Jól vagy, Coop? Hol van Bootsville? Tudod mit? Ez olyan, mint a Földet legyőzik négy, amikor az űrlények elpusztítják a Földet, és... Már is... Megkezdődött a támadás! Mi történt a házainkkal? A családunkkal? A videójátékainkkal? Lehet, hogy az űrlények körülzárták az embereket, és ketrecbe terelték őket. Na jó, maradjunk pozitívak. Nekünk kell kiszabadítani mindenkit, kett börtöneiből, és forradalmat indítani. Várj! Szükség van megerősített főhadiszállásra, védőfelszerelésre, élelemkészletre. Találtam védőfelszerelést. Tejtermék már van, csak szénhidrát és keményítő kell az egészséges élethez. A családunkat elveheted, Kett, és elveheted a videójátékainkat, de sose veszed el a szabadságunkat! A tejszín lelassítja, de már majdnem megette az egészet. Visszavonulás! Megvan! Indulhat! Vissza! Megadjuk magunkat! Mi nyápic emberek nem vagyunk méltó ellenfelek neked! Őrjárat. Elkapj őket! Hey, ereszetek el! Ő is ember! Jaj! Egyenruhában! Egy katona! Ő tud segíteni a szabadságért vívott harcban! Birtok háborítást követtetek el! A szeméttelepen csak reggel 7 és este 7 közt lehet tartózkodni! Szeméttelepen? Hát, nem olyan szag van itt, mint a plázában. Tehát nincs vége a világnak. Hurrá! Igen! Hurrá! Jaj, de jó! Következik a régi kacatok műsora. Elsőnek egy rendkívül ritka tárgyat mutatunk be. A bronzkori Egyiptomból származó papirusz kosarat. Ó, hogy talált ezt az értékes műkincs? A szemétdombon. Valami buta ember kidobta. Megfizethetetlen szemét egyiptomi, azaz enyém. De viszont megyünk egy kicsit kosarászni. Ah!
majd kidobom. Viccelsz velem? Lehet, hogy egy vagyon van benne. A radaron túl. Te, Michi! Hey, az a nagy tolvacsésze a legújabb kiadása! Kipróbálom! Add már ide! Ne légy játékrontó! Mi volt ez? Mús 3 óránál! Földirányítás, azonosítást! Nem a miénk! Úgy látom, leszáll! Ez a te műved! Nem már! Hagyd már abba! Ezt nem vállalom magamra! A titkos kézfogást titkos köszönés követi... Ha-ha! Ezt nevezett titkos kézfogásnak! Mintha egy lódarazsat akarnál elhesegetni! Ilyen ócska kézfogással sosem lehetnél tagja a Bootsville-i királyi titkos társaságnak! Könnyeket feljebb! Kis ujjat kitartani! Voilà! Ó, kösz a tippet, Harry! Nem tudtam, hogy tag vagy! De te nem! Egy tag sosem fedi fel azonosságát a főhadiszálláson kívül! Sosem jártam itt! Rendben! Baka hey! Megtaláltuk a becsapódási krátert. A hőmérséklet iszonyú magas. Bingo! Aha. Kék riasztás, egy civil halad a lezárt zóna felé. Az órát akarom leolvasni. Milyen órát? Mi lenne, ha csak én kérdeznék? Biztos a titkos társaság legtitkosabb tagbizottságától jött. Árruhában akarja kikémlelni, méltó vagyok-e a tagságra? Hé, mi ez a felhajtás? Én nem akarok fagylatot. Én csak... Látom maguk különleges ügynökök. Nem fogsz emlékezni semmire. Ez egy mobiltelefon. Pislogott? Értem. Azért jöttek, hogy megoldják a mi kis űrlény problémánkat. Figyelem, gyerekek! A legjobb viselkedést kérem! Jó benyomást akarok tenni! Azt hittem, most jól ment. Az 102 területtől vannak, azt hallottam, az még titkosabb, mint az 51-es terület. Melyik? Nem, olyan nem is létezik. 102-es terület. Honnan vetted ezt a buta ötletet? Szerepeltem az összeesküvés elmélet hírlap múlt havi címlapján. Dennis vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Fajdzsidipől különleges ügynök, ez pedig Butterscott és Nipolitano hírszerzésről. Ezeket miért mondtad el neki? Most találhatunk ki magunknak új fedőnevet. Pech. Hé, hova tettem a memória kitörőmet? Ne! Meg akarom tartani ezt a szép emléket! Megígérem, hogy nem mondom el senkinek! De el ne feledd! A legkisebb hiba is veszélyezteti a küldetést! Hallgatok, mint a sír! Senki nem akar jobban megszabadulni attól az űrcsapástól, mint én! Várj! Jobb, ha nem ér hozzá! Az biztos! Rövid zárlat! Elfelejtettem a hód alatt testtartását! Iki! Fúj, de ocsmány ez a baba! Ez nem baba, buta! Ez én! Földön kívüli lény megerősítve! Ég veled, Kett! Már éppen ideje volt. Ide figyelj, taknyos űrlény! Mikor lesz az invázió? Honnan tudjam? Kérdezzék a húgom macskáját, ő az űrlény! Azt hiszed, bedőlök a lilára festett borotvált macska trükknek? Mi emberek értelmes lények vagyunk ám! Máká, hol van a bolygód? Melyik naprendszerben? Melyik galaxisban? Mi lenne?
lenne, ha én kérdeznék? Hol van a cicám? Végre elmondhatom Coopnak. Ejha, itt hagytak egy kett utánzatot. Nagyon okosak. Ezek tisztára krumpli agyúak. Biztos leeresztik őket a kihallgatás után. Igen, meg kell menteni őket, mielőtt egy UFO boncoló videón végzik az életüket. Nem elég csak Millit megmenteni, mindet vissza kell hozni. Persze, ha megtaláljuk őket. Ez egy 0221-es szektor helye a legtitkosabb a világon. Az 102 szektor tulajdona. Aki megtalálja, kérjük jutassa vissza a Pine Ridge Road 12-be, jobbra a harmadik titkos szektoron. Micsoda fafejek! Ez érdekes. Szívesebben esznek palacsintát, mint élő kecskét. Hagyj abba! Siklandod! Egy teljes anatómiai boncolás segít megtudni, hogyan vegyük fel a harcot a hadseregükkel. Ó, no, ne már! Elég lesz egy röntgen, abból meglátják, hogy ember vagyok, és felesleges a sok nyíszállás. Jó van. A 3-10-es járatot választjuk Empire Citybe, átszállunk az 501-es buszra, aztán az 1-12-esre, aztán a 9-esre, aztán egy 3 napos túra az elfeledett erdőben. Vagy mehetünk légvonalban is. Oh! Meg akarsz szökni a földön kívüli? Tévedés, egy emberi lény akar megszökni! Ember nem tudja ezt csinálni! Köszönöm, ezt én csak bóknak tekintem. Tegyék be a családjával együtt a szigorúan őrzött részlegbe a többiekhez. Ez az! Nagyon jó. A bázis fölött vagyunk. Az egyikünk elterelő műveletet végez, amíg a másik... Állj! Mit szólnál egy gyors vezető tanfolyamhoz? Ez meg mi? Hát, azonosító nélküli. És valamiféle ismeretlen tárgynak látszik. Tudjátok mit? Ki kéne találni valami kasztyúf nevet, amikor meglátunk egy ilyen izét. Majd kitaláljuk, amikor már lelőttük. Nincs itt zacskó tengeri betegséges a tére. Ojaj. Unatkozom, apa! Nem is akarok titkos tag lenni! Azt hiszem már én sem, Mili. Egy dolog a szörnyű beavatási szertartás, de felboncolni a fiamat, hogy turkáljanak a testében, hát azt nem engedem! Apa, ez nem a titkos társaság, ezek ügynökök, akik azt hiszik, hogy űrlények vagyunk. Ja, akkor már értem ezt a vaca klubépületet, meg a boncolást. Mr. Cat! Eljöttél, hogy kiszabadíts minket! Minket? Ó, persze. Nézzenek oda! Elfelejtették bezárni az ajtót? Persze. Most én jövök! Félre, én jövök! Hadd fejezem be! Vedd ki a könyököd a szememből! Gyerekek, most én jövök! Tüzet, rüntes, még kis szántékkal jöttem! Ez Dennis! Cél beállítva! Ne! Megszöktek! Ha? Támadás! Űrlény tintahal van nálam! Vissza, ha mondom! Dennis! Coop! Elfogyott az energia! Leszállok! Semmi baj! Leállítottam a lézervédelmet! Nyugodtan leszállhatsz! Hova? Azokra a sziklákra? Vagy azokra a sziklákra? Csak egyes sziklákat látok! Ó, értem! Egy pillanat! Ez csak egyszerű balsafa vászonnal borítva, amit ragasztóval erősítettek össze. Szóval csak egy vicces csíny volt, amit néhány kedves gyerek követett el. Jaj, már megint! Maka-hí! Jaj!
Hihetetlen. Legalább az egyiknek UFO-nak kellett lennie. Igazából. Tudod, ő segített megmenteni a családodat. Most megérdemli a bocsánatot. Keressük tovább. Ott kell lennie. Hát, úgyse hinni el senki. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, Vágó Ádám Gyöngyi, hangmérnök Suttégel Sándor, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Disney Character Voices International megbízásából a Digital Media Services készítette.